A közvetítés támogatója a szombathelyi Norbi Update egészségtudatos élelmiszerüzlet. A Norbi Update a túlsúllyal és cukorbetegséggel élők számára is fogyást, jó közérzetet és jobb életkilátásokat biztosító étrend. A Norbi Update egészségtudatos élelmiszerüzlet Szombathely főterén várja az éhezés nélkül egészségesen táplálkozni vágyókat. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket Körmendről, ahol a Magyarorsi Szilárd emléktorna, a jubileumi kupa döntője következik, az Aegis Körmend ellenfele a BK Chimik Juzsnyi. A körmendiek két nappal ezelőtt zárkapus meccsen legyőzték az ukrán testvérváros csapatát. Azóta azért változott némiképp a helyzet, hiszen tegnap ketten is megsérültek a Körmendből a Klosztán-Neuburg elleni mérkőzésen. Nermin Hujdurovics eleve nem tudta vállalni a játékot, ő civilben jött ki a társakkal. Kendrick Perry bemelegített, és úgy volt, hogy majd a bemelegítés után megmondja, hogy bírja, tudja a játékot vállalni, bírja a terhelést. Hát bemelegítés közben bement az öltözőbe, és most már ő is civilben. Csak egy kérdést tudtam neki feltenni, hogy hogy van, azt mondta, nem szeretne kockáztatni, nem szeretné a szezont kockáztatni, és inkább nem vállalta a játékot, ami természetesen a körmendi klub szakmai vezetői akceptáltak. Így tehát Perry és Hujdurovics nélkül, ahogy tegnap a második félidőben, most az egész meccsen, és azért ez egy jóval nehezebb találkozó lesz a Körmend számára, nem lebecsülve a Fürstenfeld gárdáját. Egyébként a Fürstenfeld lett a... Klosztán-Neuburg még nagyon él bennem a múlt hétvégi Fürstenfeldi torna. Szóval a Klosztán-Neuburg lett a torna negyedik helyezettje, a KK Zagreb több mint 20 ponttal győzte le az osztrák csapatot. Ők már meg is kapták a serleget, hiszen indultak haza, nem várják meg a döntőt ez a két gárda, úgyhogy az eredményhirdetés majd a most pályára lépő két csapattal történik meg. Ferenc Csaba és Tóth Norbert, Wesley Channels, Luka Katura és Cole Dickerson a körmendi kezdőtösben. És majd megismerkedünk az ukrán csapat játékosaival is, vagyis hát néhányokat ismerhetjük, például a labdát vezető Brandon Fraser, aki az előző szezonban Kaposváron játszott, és most kapná meg Matthew Shaw a labdát, de Ferenc Csaba lefülelte a paszt. Shaw ugye körmende játszott, lépéshiba volt Cole Dickersonnál. Fraser a labdával. Meccsenként a három tripláját eddig elsütötte, most nem ő dobta el, de nem is lett pontos a dobás, és a második sem. Ferenc kettő pontért, és ez meg is van. Körmendi kapitány szerzi, tehát az első kosarat a találkozón. Antipov próbál bent pozíciót fogni Tóth Norbert mellett. És jön a válasz Matthew Shaw-tól. Ráadásul egy triplával, 2-3. Dickerson, Ferenc. Tóth Norbert, Fraserrel szemben, nem jó a tempó. A lepattanó pedig Antipové, és már indul Fraser. Antipov pozícióban is megint nem jó, de a Ferenc által elütött labda Antipov kezében landol, és Fraser benyomja az első tripláját. Hát eddig mind a két meccsén így kezdett az ukrán csapat, két gyors tripla jött az elején. Az edzőmeccsen is 2-0 után 2-6 lett, tehát kísértetésen hasonló volt az állás, akkor ott tudott fordítani viszonylag gyorsan a körmen. Dickerson csapja be a védőt és szerez egy duplát. Hát körülbelül a tegnapi 500 fős létszám ma is Körmenden. Én megmondom őszintén, egy icipicit talán többre számítottam. Hétvége van, és eddig 8-ból 8-at nyert a csapat. Ráadásul kupa döntőben a gárda, de hát ez sem igazából nagy baj. Ferenc Csaba kap egy személyi hibát. Pála Zoltán, Kulcsár Tibor és Esztergál és Robert a három játékvezető. Oleg Juskin, a juzsnyi csapat vezetőedzője, Vitali Sztyepanovszky a segítője, asszisztense, a másik oldalon ugye Teo Csizmics,
a vezetőedző Hencsei Tamás segíti a munkáját, és sportigazgatóként hozzájárul ehhez Véri Csaba. Na nézzük, egy leütős után egy tempó, ami nem jó, de a lepattanó megint csak a vendégeké Antipov játsza ki, és még akkor nem említettük Prokopenko nevét, aki szintén pályán van, és ő is jó kézzel dobált távolról. Koniev kettesével 4-8, körmendi időkérés következik. Ezúttal a körmendiek voltak a frissebbek, ők már a pályán érkezik, a Juzsni ötöse is. Úgy látom, egyelőre nincs változás, ok sincs nagyon rá, hogy változtasson Oleg Juskin. A körmend sem cserélt, de elmondta mondani valóját Teo Csizmics. Tóth Norbert, Csenöz, Pikerzon, Ferenc, odaér a védő, és egy falt. Az első ukrán személyi hiba. Ha jól látom a listát, egyébként két idegen légióssal, Frazier-rel és Shaw-val operál a Juzsni. És egy újabb személyi hiba Csenesz betörésénél. Ezt Matthew Shaw neve mellé írják be. Viccesen megjegyezte Matthew Shaw, amikor szerdán már itt volt a Juzsni edzeni egyet, hogy milyen szép lett a csarnok, mennyivel jobb, mint volt, és ha ilyen lett volna, akkor talán még mindig itt játszana, persze nyilván nem a csarnok volt az első számú szempont, amikor ő ment, vagy éppen nem jött vissza, de azért jó ilyet hallani, hogy ő is úgy érzi, hogy alaposan javultak a körülmények. És akkor itt van Prokopenkótól az a hármas, ami megjósolható volt, és amit említettem is, ő szívfájdalom nélkül azonnal lövi a triplát. Ezt megmutatta az előző két napon. 4-11. A negyedik percben járunk. Farkas Attila és Lakosa Zsolt melegít közben a körmendi padon. Csenaz. Dickerson kéri el. Dickerson újra, ő is elvállalja a hármast, ez nem jó, és a lepattanó, ez Fraser kezéről ment ki. Nem, úgy látszik Katuráiról, ezt mutatja Esztergály és Robert. Hát ő karnyújtás linjára állt, nyilván, hogy sokkal jobban látta a dolgot közelről. Jöhet tehát a Juzsni csapata, Fraser. Nem ér ki a védő, de nem jó a hármas, és ez a lepattanó most már a körmendieké. Channels viszi bele az emberbe, Koniev személyi hibát kap. Kulcsár Tibor mutatta. Jön Farkas Attila a körmenben. Ferenc Csaba helyére magasít tehát Teo Csizmics. Cserélnek a vendégek is, ott pedig magas ember helyett egy alacsonyabb érkezik. Méghozzá Riabcsuk. És jön Katurától az első körmendi tripla. Jókor, mert azért már nagy volt a különbség. 7-11. Négy pont át az ukrán előny. Antipov nehezen szabadult a labdától, most a Frazier-nél a játékszer, Farkas lép ki rá, és nem ér be pozícióba a labda, jól védekezett a körmend. Frazier elég keményen állítja meg Katurát azzal a tipikus taktikai falttal, hogy ne legyen indulás. Összekapta most a védekezést a körmend. Csere lesz. Vyacheslav Petrov áll be Antipov helyére. Most centerre cserélnek a vendégek. Öt csapat személyéje van már a Juzsninak, egyetlen egy a körmennek eddig, és Luka Katura dobhat kettőt, éppen emiatt az ötödik csapat személy miatt. Negyedik pontját szerzi a horvát játékos. Azért most már többen vagyunk, mint tegnap, szépen lassan még most is telnek a székek, itt főleg alul a nagy leáton. Katura bedobja mind a kettőt, 9-11.
Fraser. Prokopenko teszi be középre. Tóth Norbert igyekszik megállítani Petrovot. Csak egy személyi hiba árán sikerül. No, nézzük. Nem sikerül megszerezni a labdát, majdnem, összejött. Só. Ez is személyi hiba. És Matthew Só dobhat kettőt. Farkas Attila neve mellé került be az első hiba. Ez bent van. 4 pontos Matthew Só. 9-12 a negyed felénél. Channels. Katura. Hoppá. Dickerson a földön, Katula pedig zsákol. Ezek most támadásban legalábbis Nika Katura percei. És jön a 3 pontos megint Prokopenkótól. Farkas. Katura. Channels kéri el. Channels bújik ki, és egy remek labdát ad Dickersonnak. Nem voltam benne biztos, hogy eljut ez a löbbölés, de eljutott a játékostárshoz. 13-15. Ez a hármas, nem hármas Dickerson, pedig megszerzi Só mellett a lepattanó Channels. 13-15, Farkas kezéből küldik egy faltárán Prokopenko. Vastaps a nézőtérről. Jön Lakos a Zsolt. Ezúttal a keretben helyet kapott Bordács Soma mellett Márton László és Márton Ádám is. Mondanám, hogy velük 12-es a keret, de hát ugye Perry miután nem tudott játszani, nem tudta vállalni a játékot, hogy 11-es, 11 fős most a körmendi keret ma. Farkas első büntetője nem jó, jöhet a második. Ez már bent van, épp úgy, mint az imént Matthew Sónál. 14-15. Fraser, Só. Fraser kapja. Ez a tripla sem jó. Ipcsuktól indul Dickerson, megkapja. És bedobja az ütszert. 6 pontos Cole Dickerson. És ezzel átveszi a vezetést a körmend a 7. percben. 16-15. A sarokból a hármas megint, de nem jó, és Dickerson a lepattanó. Petrov engedte el a triplát. Lakosa adja oda Katurának, aztán Katura vissza a feladónak. 2-50 a negyed végéig. Lakosa. Tóth Norbert nem tette tovább. Elvállalt, és be is dobta. 18-15. Popov, Fraser, csak elvállalja azt a hármast, nem jó, a lepattanó viszont, ukrán kézben nem jó másodszorra, igen, Petrov pöciszte vissza.
18-17. Katura. Vikerzon. Lakosa kapja hármasra, túloldalon egy remek passz, nem jön belőle a hármas. Indulnak a vendégek, és egy könnyed zsákolás Petrovtól. 18-19. Katura helyett Ferenc áll vissza a játékba. Nincs időkérés, összegyűlnek a Juzsné játékosai. Csak csere volt. Azt mondja Kulcsár játékvezető, hogy úgy értesült, hogy idő van. Nincs idő. Tessék folytatni a meccset, mutatja. Na nézzük, Katura, megvan még a labda ott az oldalvonal mellett. Lakosa, Farkas a sarokban. Tóth Norbert kapja a gyűrű alatt, és bent a labda. 4 pontos Tóth Norbert. 20-19, 1 ponttal most megint a Körmend vezet. Popov, Só, Popovhoz vissza, Popové a hármas, és ezt most bizony egy kicsit megette a Körmend, mert Popov nagyon üresen ott maradt. 20-22. Katura. És nincs körmendi kosár. A másik oldalon sem. Hiapcsuk kihagyta a triplát. 10-22. Farkas a sarokban most megkapja, és bevágja a triplát Farkas Attila. 4 pontos ezzel. 23-22, 42 másodperc még. Popov, Hiapcsuk, Só, Hiapcsuk, és bedobja a center. Innen úgy tűnt, hogy Petrov dobása hosszú lesz, de nem. 23-24, 1 ponttal megint a Juzsné vezet, 20 másodperc még. Egy icipicivel kevesebb a körmendi támadóidő. Lakosa és Fraser csatája, még 13 másodperc. Lakosa nem kapkodja el, még 9. Jön Tóth Norbert segíteni egy blokkal. Dickerson kapja a sarokban, aztán inkább beindul. Katura 3 pontosa, nem jó. És ezzel letelik az első negyed, 23-24, 1 pontos vendégvezetés, tehát az első 10 perc után. Csenalsz, Lakosa, Farkas, Ferenc és Tóth. A második negyed elején a körmendi ötösben. A másik oldalon ott van Popov, Ripcsuk, Fraser, nincs bent most Matthew Shaw. Bent van Bielikov, ő új ember, ha jól látom a listámon. És ott van Petrov is. Lakosa Ferenchez, de nem volt jó a passz. Fraser elpiszkálta a labdát. Nagy a tülekedés bent pozícióban. Két magas emberrel dolgozik most a Juzsné. Ferencnek is egy majdnem center jut, de nem oda nyomják be a labdát, hanem Petrov dob hármast. 9-nél tart már. 23-27. Csenalsz, Tóth Norbert bent, rásik a védő, és Valtal együtt bedobja Tóth. Bielikov követte el a személyi hibát. Tóth Norbert 6 pontos, és még egyet dobhat. A büntető is jó. 7-nél tart Tóth Norbert, 26-27. Tóth le, Dickerson be.
Rizsa. Üzi hajtja a játékosait védekezésben, támadásban egyaránt Teo Csizmics. Nem jó a tempó, Channel szia lepattanó, Popov célzott egy kicsit röviden. Channels kipasszolja Ferencnek, hármasra Frazier elkésik, Ferenc bevágja. 5 pontos már a kapitány, 29-27. 1 perc alatt fordít a körment 23-27-ről. Szép passzok, bár előtte lépéshibát reklamált a körmendi publikum, lakosa. Frazier ütötte be a taktikai faltot. A második hibája lesz ez, és az ő helyére jön már is Konyiev. Nyolc 3 a faltarány, ebben a körmennek van kevesebb, pontokban 2-vel több, 29-27. Channels, Dickerson elvállalja, nem jó, és megküzd egymásért, egymással két juzsnyi játékos a lepattanóért. Popov volt a nyerő. Jött a passz Bielikov felé. Egy személyhiba. Annak az oka, hogy nem tudta átvenni a labdát pontosan. Bejut pozícióba a labda, és Ferenc ott már túl sok minden nem tehetett Petrovval szemben, aki ezzel már 11 pontos, egyenlő az állás, 29-29. És egy eladott labda, Dickerson megy érte, visszahúzza, de már kint volt, jöhet a juzsnyi oldalról. Csere mindkét oldalon jön vissza Matthew Shaw, Petrov helyére, Farkas Attilát pedig Luka Katura váltja. És jön megint a hármas, de ez nem jó. Sótolja el Ferencet. Ki lesz a labda? Megy a földharc a körmendé ezúttal. Ezt mutatja Pála Zoltán. Channels. Három perc telik el lassan a második negyedből, és jön a falt. Szergej Popov. Első hibája csapatának, a harmadik ebben a játék részben. Channels. Ferenc kapja. Lakossal túloldalon kéri nagyon. Egyelőre azonban kispad előtti oldalon jár a labda Channels. Ferenc is mutatja magát. Channels végigviszi, elvállalja, de nem jó. És só kezében landol a labda. Riabchuk. 29-29. Só. Channels majdnem ellopja a labdát. Kis hiából Popov csípte el. Shaw hármas megint. Hétnél tart Matthew Shaw. Volt egy jó büntetője is a két tripla mellett. Ismét parádézott a körmendi foci csapat ma délután a megyei első osztályban. 9-0-ra győzték le a körmendi focisták a Kőszeg csapatát. Egy eladott labda megint. Riabchuk szerzi meg. Popov törbe zicserbe és be is dobja. 5 pontos Popov, 29-34, elhúz megint egy pillanat alatt a juzsnyi. Channels. Egy 6-0-ás körmendi rohamra, tehát egy 7-0-ás juzsnyi roham a válasz.
Alexander Rybčuk kapta meg az első hibáját, már is jön vissza éppen az ő helyére Brandon Fraser. Német Ákos áll be, Lakos a Zsolt helyére. Ha jól számoltam, ő a 8. harcba küldött körmendi játékos. Csanaz, Dickerson. Matthew Scholt ugrasztja meg, és egy személyi hibát is kicsikar Dickerson. Show második faltja. Vagy már gyorsan beírták, és az első nem a második, viszont így 5. csapathiba dobásnak kéne jönnie. Igen, mutatja is Esztergály és Robert, hogy 2 dobás jön. Nekem minden oldal gyönyörűen frissül, csak a saját Ustream oldalunkat nem tudom megnyitni. Nem tudom, hogy hol lehet, mi lehet a probléma az élő közvetítéssel, de más oldalakat könnyedén tudok frissíteni. Ez sem megy be. 29-34, továbbra is. Rézsa. Jelikov teszi tovább, Show, Fraser kéri nagyon. Elváltották a körmendiek az embert. Show, Popov, és megoldja Popov. A védők sűrűjében. 29-36. Hét pont most a Juzsni előnye. Csanaz. Német Ákos a sarokból, bent van a tripla. Szív baj nélkül, úgy, ahogy kell. 32-36. Konyiev nem tud elmenni Katura mellett. El is pattan tőle a labda. A hármas nem jó, és a lepattanó Dickersoné. Jelikov hagyta ki ezt a triplát. 32-36. Dickerson tovább. Ferenc, Katura is kérte volna. Ferenc triplája nem jó, de a lepattanó. Végül is Channel szép. Hat másodperc még a támadó időből. Channel kipasszolja. Ferenc, nem dobja el a hármast. Egy másodperc, el kellett dobni mindenáron. És nem volt szerencséje Ferencnek. Fraser, marad a 32-36. Dickerson kap egy személyhibát. Neki az első lesz a csapatnak, a második a negyedben. Összesen pedig az 5. időkérés. 3 perc és 36 másodperc van hátra a második negyedből. A Juzsni támad. És Csányi össze ellopná, nem ellopná, de nem lopja el. Fraser nem sok híja volt. Popov nem jó a kettes, a távoli kettes. Végül Katura kapja Csenősz a földön. Nem jönne jól. Újabb sérülés. Német Ákos ezen az oldalon. Ferenc ugyanott most a sarokban. Teljesen üresen, tisztán, és be is dobja a hármas Ferenc Csaba. 8 pontos. 35-36. Egy pontra zárkózik a körmend. Popov. Show is szabadulna. Végül ő kapja. Farkas igyekszik őt megtartani. Letelt a támadóidő. Addig próbálkozott meg Matthew Show, ami kivédekezi a támadást a körmend. Jön vissza Prokopenko. Popov helyére. Távoli veszély. Német Ákos helyére jön vissza Tóth Norbert, és Német Ákos vastapsot kap, megérdemli. Channels, 35-36.
és Prokopenko már is kap egy személyi hibát, ahogy beállt. 2:42 a nagy szünetig. Channels dobhat kettőt. Az első büntető megint kimarad. A második bent van. Wesley Channels az első pontját szerezte, 36-36. Kezdődik minden előről. Fraser. Fraser. Tiszta dobó helyzet, elrontja Channels-e a labda, hát Kulcsár játékvezető úgy látta, hogy személyi hiba volt. Lökést látott Channels-nél, neki a második hibája. És Ferenc megszerzi. Akkor is a körmendé a labda. Hoppá! Matthew Shaw rálegyezett Ferencre, ő tovább vitte. Petrov blokkolt. A vendég kispad egy picit tiltakozik. És én azt gondolom, hogy lehet benne igazság, bár itt mindig ugye a henger szabály érvényes, és Ferenc hengerébe benne volt alaposan Petrov, de akkor se csodálkoznak az emberek, hogyha ilyen blokkot elengednek a játékvezetők. Ezt most személyhibának ítélték. És meg is lehetett. Én azt gondolom ennek ítélni, persze laikusként, hiszen nem vagyok játékvezető, korán sem. 9 pontos Ferenc Csaba, és újra vezet a körment. 37-36. És most már 38-36. Újra körmendi előn tehát. Három gyűrű védőjében begyötri Vyacheslav Petrov. 13 pontos, 38-38. Ferenc. Katura. Nem jó a hármas, de ővé a lepattanó. Egy kár volt ezt így elkapkodni. Vyapchuk. És jön a hármas Popovtól, illetve, bocsánat, Vyapchuktól. Újra fordul a kocka, időkérés. Ferenc dobhatja be, Katura kapja. 1 perc, 10 másodperc még az első fél időből. Channels próbálja tisztára játszani magát. Nem jó a dobás, és a lepattanó Farkasé. És a 2 pont is, ez az ő. 40-41. Fraser, 45 másodperc még. Só. Megszerzi a labdát a körment. Ferenc. Indul Katura. És emberrel együtt dobja be. 9 pontos Luka Katura. Vyapchuk kap egy személyi hibát. Volt egy kis problémánk a kamerával, némi áramszünet. Ez már előfordult szerdán, és egyszerűen nem
érthető, hogy miért, mert az összes többi konnektorban van áram. Katura 10 pontos. 43-41. Szól a duda, időkérés. És akkor 43-41-nél várhatóan a félidő utolsó Juzsnyi támadása. Fraser mutatja, hogy majd ő, de aztán lepasszolja a labdát. Japcsuk, Fraser, 10 másodperce van még a vendégcsapatnak. Fraser most indul el, 6 másodperc, lepasszolja Shaw-nak, jön a hármas, rövid, és Lakosáé, ajaj, Fraserhez passzol, aki kijátsz a hármasra, és nem jó. 43-41, a Körmend vezet az első félidő után 2 ponttal, egy nagyon-nagyon jó meccs, egy nagyon küzdelmes meccs, egy nagyon jó ellenféllel, igazi csemege vár ránk, még a második félidőben tartsanak velünk akkor is.